Szia! Ebben a videóban borsot szeretnék ültetni, és körülbelül 2 hete hallottam egy nénitől, hogy ez a zsuzsi borsó, ez nagyon jó. Én évek óta nem vetek már borsót, és ezt a borsót 3. és 4. hónapba kellene ültetni. Hát most már igencsak elkéstem vele, mert ugye már most szüretelik. Nagyon szép a néninél egyébként a borsó, úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy hoztam ide vizet, és akkor bele fogom önteni. Egy kicsit be fogom áztatni ezt a borsót. Jó, és akkor várni fogok vele egy picit, elkészítettem már a helyét. Egy nagyon picit fogok vele várni, amíg egy picit ázik. Nagyon meleg van most, és inkább beáztatom. Van, aki nem szokta beáztatni. Hogyha valaki ismeri ezt a zsuzsi borsót, akkor azt tudja, hogy milyen nagyon klassz, szép nagy hüvelyei vannak, és nagyon finom eltenni is, főzni is nagyon finom. Nálam a borsó nem mindig végzi a fazékba, mert én annyira szeretem a borsót, hogy megeszem a kertbe nyersem. De most már évek óta nem ültetek borsót, mert igazából nem találtam el, hogy miért ültessek, és ez a zsuzsi borsó, ez nagyon klassz. Jó, ide is jöttem, el is készítettem már a helyet, és akkor annyit fogok csinálni, hogy itt így megjelölöm neki a sorát, ahova fogom ültetni. Szerintem 2 sorba el fog férni, de ha nem, akkor majd készítek neki még 1 sort. Szépen meghúzom neki a sorát, ahova be fogom szórni a kis borsókat. Így egyelőre 2 sort készítettem. Ide is készítettem a beáztatott borsót és az öntözőkannámat. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy veszek ki egy jó nagy marékkal kezembe, és akkor szépen elkezdem szórni ide a borsót. Hát 3-4 cm mélyre kell. De hát lesz, ami gondolom nem fog kikelni belőle. Meg lesz, ami ki fog kelni. Szépen így. Nem sajnálom. Oké. Mindegy. Marékkal. Ezt szépen itt kezdtem el szórni. Nagyon megtetszett nekem ez a borsó, és mondta a néni, hogy nagyon-nagyon finom. Viszont majd támaszték kell neki, mert jó nagyra megnő, vagy hogyha nem támasztott ki, akkor meg legyen annyi hely, hogy el tudjon feküdni a borsó. Oké, hát ebből még lesz 1 sor szerintem, úgyhogy azt majd megcsinálom videó után. És akkor annyit fogok csinálni, hogy szépen visszateszem így rá a földet. Valahol lesz 3-4 centi, valahol meg nem lesz, de nem baj. Jó. Ide is mehet. Annyira jó idő van, hogy gondoltam,
borsónak mindegy. Szóval a Zsuzsi borsót harmadik, negyedik hónapba kell ültetni, és hatodik, hetedik hónapban már lehet szüretelni. Jó, és akkor annyit csinálok még, hogy ezt a két sort, amit elültettem, ezt szépen megöntözöm. Egy-két helyen, ahol kín van a borsó, azt még szépen visszateszem. Lejjebb nyomom egy picit. És mondjuk itt nem tudom, hogy mennyire fogja jól érezni magát, mert ugye itt a diófa potyogtatja a levelét, és itt nem nagyon érzi magát jól a spenóton kívül semmi. Illetve hát ültettem ide az egyik videóba Csicsókát, az is jól érzi magát, úgyhogy a Csicsóka már ilyen magas. Jó, ebbe a videóban ennyit szerettem volna neked megmutatni, hogy ezt a Zsuzsi borsót így ültetem el, és nagyon jó kertészkedést kívánok neked, jó egészséget, és köszönöm, hogy megnézted a videót. Minden jót neked, szia!